az enyhe tél és a májusi esők hatására szinte mindenütt virágdísz borítja a kiskunsági réteket. Egyszerre és tömegesen nyílnak a korai és későbbi vadvirágok, a lila ökörfarkóró és a vadlenfélék. A sárga boglárkák és gólyahír mellett megjelent a Dunatisza közén ritka orchideafélék közül az agárkosbor. Fürtös virágai ibolya és bíbor színűek, de helyenként többféle világos és kevert színű változatai is láthatók. A kunadacsi nedves réteken helyenként kis csoportokban virágzik. Szigorúan védett, ezért a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrei rendszeresen ellenőrzik termőhelyeiket. Természetvédelmi értéke 10.000 forint övenként. Egy másik, különleges ritkaság is feltűnt a környéken, a pókbangó. Nevét onnan kapta, hogy vöröses-barna virágzata és alakja a pókokra emlékeztet, amelyek gyakran fel is keresik a növényt. Sajnos az utóbbi években sok helyről teljesen eltűnt, feltehetően a környezetében használt vegyszerek hatására. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 forint tövenként.